Ez hársfából készült, és az egyik kedvenceim közé tartozik, és kicsit büszke is vagyok rá, ugye, mert a le van zsűrizve a termékem. Varga Zoltán békési fafaragó mutatta itt egyik kedvenc szobrát, amit több más alkotásával együtt hozott el az idei Körösvölgyi Sokadalomra. Ott jártunkkor már javában folytak az előkészületek, érkeztek az árusok, a kiállítók. A békési alkotó sem először jár Gyulán, több mint 20 éve foglalkozik fafaragással, és fontosnak tartja az értékek megőrzését. Ez egy nagyon jó rendezvény, a múltkoriban is voltam, és szerintem ez nagyon, nagyon jó, és ezt nagyon pártolom, hogy a kézműveseket így fölkarolták, hogy ne veszen el ez a dolog, mert szerintem ennek értéke van. Bár a délelőtt még csak a készülődésről szólt, már lehetett találkozni érdeklődő látogatókkal, akik kifejezetten a rendezvényre érkeztek a fürdővárosba. Mindenképpen jó, mert a magyarságot meg kell őrizni, úgy gondolom, és minél több ilyen népművészeti ilyen sokadalom kellene szerintem az országban. Szintén évek óta visszajár a rendezvényre a hódmezővásárhelyi Szakál László citera készítő népi iparművész, aki a készülődés közben meg is szólaltatta egyik hangszerét. A citerákat kizárólag kézzel készítik a népi iparművészek a különböző tájegységek szerint. Van dunántúli hasas, van alföldi hasas, alföldi hasáb, csikófejes, ez sorolhatnám, sok-sok neve van a citerának. A citera ma méltatlanul mellőzött hangszer, pedig több formáció is használja a fellépések során, még modern elemekkel is kiegészítve. Nevezzük primitív hangszernek, de mégis sokat tud, csak tudni kell használni. Olyan együttesek vannak az országban, mint a Tisza 83, vagy a Galagonya zenekar, beat számokat játszanak, vagy a Rektán Bengdel, a nem is tudom melyik zenekar. Tehát be lehetne építeni, csak valamiért nem fogadják ezt a hangszert el. Az ilyen rendezvények jó lehetőséget biztosítanak a hagyományok ápolására, az értékek közvetítésére és megismertetni a fiatalokkal a rég elfeledett mesterségeket is. A sokadalmon a visszajáró kiállítók mellett számos új mesterség is bemutatkozik évről évre. Gyönyörű szép ékszerkészítő van, akit eddig még nem volt. Van kályha csempe készítő, aki még szintén nem volt ebben eddig a rendezvényünkön. Van egy nagyon szép viselet készítőnk, aki most van itt életében először, tehát így módon így is változik a kézműveseknek az összetétele, de úgy is változik, hogy az árukészletük mindig más. Idén összesen 140 kiállító látható a Sokadalmon, a szervezők jó időre és több mint 10 000 látogatóra számítanak.